Már csak pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szép jó reggelt, üdvözlöm a kedves nézőket. Stúdióm vendége dr. Fónad János miniszterhelyettes és Zoltai Gusztáv, mint túlélő. Na, Magyarország szerte emlékeznek a gettó felszabadítására. Fonagy miniszterhelyettes úr, hol volt ön és hány éves volt ön 1945. januárjában? Amit biztosan tudok, hogy 3 éves voltam. Hogy hol voltam, azt pontosan nem tudom, mert körülbelül egy 1,5-2 hónap hiányzik az életemből. Azt tudom, hogy én a kis gettóban voltam, tehát a Pozsonyi úti védett házakban, a Pozsonyi 10-ben. Onnan elkerültem. Édesapám munkaszolgálatos volt akkor már Ukrajnában, és hát anyukámat is akkor valamikor november utolsó napjaiba elvitték, és hát a Óbudán a téglagyáron keresztül gyalogmenetbe ő Mauthausen felé ment, és akkor a család egy része itt volt a nagy gettóba, a nagybátyámék. A vidéken élőket sajnos korábban elvitték őket, deportálták, nem jöttek vissza. Úgyhogy engem édesanyám, amikor ő jól ismerte Ausztriát és Bécs és Mel között, valahol hárman beléptek a kukoricásba, és hát ő túlélte, az itt lévő szülési fogónyomról ismert aztán engem meg valamilyen vöröskeresztes helyen. Úgyhogy én nem tudom, hogy 45. januárjában hol voltam. De kinek hagyta önt ott, amikor őt elvitték? A családnak azon az apai nagymamámra hagyott, aki a Duna Parkházba, tehát a Pozsonyi 36-ban lakott. Ő onnan menekülni kényszerült, hiszen onnan egy rész, onnan a lakosság, szintén egy csillagos ház volt, onnan egy részét aztán levitték a Dunapartra. A nagymamám ott egy időre eltűnt, aztán előkerült, nem a családi legendáriumot ott nem ismerem pontosan. Egyébként a szabadít egy pillanatra megállok, ugye én úgy vagyok, mint sajnos gondolom sokan mások, hogy szegény anyám mesélt volna, engem nem érdekelt, és amikor már érdekelt volna, akkor meg már nincs, aki meséljen. Úgyhogy mondom, ez nekem kimaradt. Én amennyire én tudom, a Pozsonyi 10-ben, aztán a Pozsonyi 36, akkor anyukámat elvitték, és aztán valahol engem ő megtalált valami vöröskeresztes helyen. Van egy mondás, hogy meséld el fiaidnak, önnek lánya van. Az unokáknak mesél erről? Igen, és nagyon érdekes, ugye a feleségem az keresztény, ergo a lányom, ugye az vegyes, az unokáim pedig ugye még tovább 8-adolódtak, és mind a két lánygyerek nagyon érdeklődött, ők évekig jártak szarvasra, táborba, úgyhogy ők sok tekintetben sokkal többet tudnak, mint én. Kisebbik az egy hívő katolikus, az egy templomba járó hívő katolikus, de sokkal többet tud a zsidó vallásról, a zsidó történelemről, úgyhogy a legfontosabb imákat, a szertartásokat, úgyhogy megejtően engem a 70. születésnapomon azzal lapták meg, hogy zongorában zsidó énekeket adtak nekem elő, úgyhogy ők meglepően, nem meglepően, hanem... Azért nem válik vízzé. Hát nem. A nagyobbik az csak érdeklődik, de mondom, a kisebbik az egy hívő, és ezzel együtt ők nagyon szívmelengetően tudják. Az unokái nagymamája hány éve is a felesége? 51. 51 évet leélni egy zsidó emberrel, az sokkal nagyobb zsidónak lenni, mint ha valaki annak születik. Hát nem utolsó teljesítmény.
Mert ugye még kerítünk arra a mai találkozásunk alatt időt, hogy beszéljen nekünk édesanyjáról, és hogy ő vajon mit gondol önről. Zoltai Gusztáv, ugyanaz a kérdés. Mindannyian tudjuk, hogy ön egy túlélő. Hol volt 1945-ben, és hány éves volt? Na nem azért, mert azt szeretném megtudni, hogy hány évet tagad le az életkorából, hanem hogy akkor hány éves volt. Nem vagyok annyira hiú, mint te, úgyhogy nem tagadok le. 9 éves voltam. A nemzetközi védettházba voltam, svájci védettházba, újpesti rakpart 7-be, és onnan vittek be bennünket a Kalauzár térre, tehát a nagy gettóba, és a nagy gettóba szabadultam fel január 18-án. Apám egyik lánytestvérével és két unokaöcsémmel. Mire emlékszel? Emlékszel még ezekre a cintányéros orosz katonákra? Sajnos mindenre emlékszem olyannyira, hogy hát kitörölhetetlen dolgok, nagyon sokat álmodok is vele, még most is, tehát nem múlt el nyomtalanul ez. Valóban egy pincébe voltunk a Dob utca 35-tel, az jelenleg ortodox hitközséggel szemben, most egy telek, mert kapott egy aknatalálatot a ház, és ennek köszönhetünk tulajdonképpen az életünket, mert az utcafront bedőlt, és nem tudták ezek a nyilas siederek, hogy ott élet van, mert minden nap jöttek, és mindig vittek el valakit. Mi hozzánk nem jöttek be, mert csend volt. Hát rettenetes dolgokat tudok csak erre az időszakról mesélni, vagy mondani. Nagyanyám akkor 71 néhány éves volt, velünk volt, és egyik napról a másikra, nyilván az átélt borzalmak miatt, egy ideglázt kapott, és 41 fokos láza volt, és félre beszélt. Ugyanakkor nem volt szabad beszélni, hogy nehogy megtudják, hogy itt vannak élő emberek az utcáról, ez egy fás pince volt tulajdonképpen, mert a másikban már nem tudtunk bejutni. És a vének tanácsa, úgy hívták, egy újságíró volt, sose felejtem, a nevét Gyárfásnak hívták. Ő volt az egésznek a parancsnoka, így tetszik. És azt mondta a nagynénének, tehát a nagyanyám lányának, ez apai nagyanyámról van szó, hogy mitán épp veszélybe vagyunk az ő kiabálása miatt, mert a lázálmába kiabált, meg kell őt folytani. Hát isteni csoda, 2 percünkben nagymama fölült, és utána még 8 évet élt. Hát ott szabadultunk fel. Hát én idegileg nagyon rossz állapotban voltam, nagyon rossz gyerek voltam, mindegy felnőttnek is rossz vagyok, mint mondják. És azért az nem biztos. És lehet, hogy rossz vagy, de emberséges. Igen. És ott ültünk a pincébe egy ilyen lócán, és amikor az első orosz katona bejött, és ez egy külön történet, amikor valaki fölállt, akkor tudtuk meg, hogy hányan halottak már mellettünk, azok mellett ültünk, mert olyan szorosan ültünk, hogy nem lehetett, nem tudott előre bukni, és egyszer egyik percről a másikra megszűntek a lövöldözések, tehát nem hallottunk semmit, tehát még jobban meg voltunk rémülve, és a falon kopogást hallottunk. Hát kiderült, hogy a szovjet katonák bontották ki a vészkijáratokat, és a pincéken keresztül közlekedtek. Hát amit legelőször megláttam, és az előttem van, ez az usánka, vagy hogy hívták a sapkájukat, azt láttuk meg először. Hát nekünk rögtön csokoládét adtak, kenyeret adtak. Ez január 18-án kora délelőtt volt, és mi még aznap hazamentünk, a Szövetség utcában laktunk. A lakás le volt bombázva részben, de hát oda kerültünk, oda mentünk vissza. Majd 2-3 hét, még Pesten folytak a harcok, illetve nem Pesten, hanem Budán. Én annyira nem voltam jó állapotban, hogy nem ismertem a lakásomat, én a pincébe laktam, mert a család többi tagja már fönt volt a lakásba. És aztán egy pár, talán 10 nap múlva értem, jött anyámnak a húga, akik vidéken laktak, megmenekültek, és elvittek ezt Pilisre, ez egy Pest megyei község, és hát ott folytattam az iskolát. Az első elemit azt még itt a Veselnyi utcai zsidóiskolába jártam, de már nem fejeztük be az évet, mert jött a március 19,
a bevonulás után, amikor föl kellett tenni a csillagot, akkor megszüntették az oktatást, megkaptuk a bizonyítványt, és utána Pilisen jártam iskolába 2 évig, de miután ott rajtam kívül nem igazán volt zsidó, az igazgató nem adta ki a bizonyítványomat, mondván, hogy hittamból le kell vizsgáznom. És akkor 10-valahány kilométerre biciklivel jártam át Monorra, ahol volt egy öreg templomszolga, Sámesz, és azt tanított meg tulajdonképpen engem olvasni. És úgy tűnik, hogy egész jól. Fónagy úr, azzal kezdte, hogy sajnos már nem hallgathatja az édesanyját, de nagyon sok évet eltöltött a mamával. Érezte, hogy ő neki voltak pillanatok, amikor visszajöttek ezek a borzalmas emlékek? Vagy annyira el volt az ország újjáépítésével foglalva, illetve az ön felnevelésével, ami gondolom nem lehetett könnyű dolog. Ugye részben nem voltam. A történethez hozzátartozik, hogy édesapámmal ők 41-be keltek egyben. Egyik sem volt már olyan nagyon fiatal. Édesapámnak is megvolt, ugye édesapám anyai ágon csernovici volt, bizonyos fokig a megmenekülését, és azt hiszem ennek köszönhette, hiszen ennek következtében tudott oroszul és ukránul, ami hát kint Ukrajnában, mint munkaszolgálatos hadifogolynak, gondolom nagyban segítette a túlélést. Őt kik vitték el munkaszolgálatba? Kik küldték? Azt hiszem, ilyen rendes behívó parancsal először a Alföldön, a Szarvas melletti repülőtér építkezés, a levelezésből tudom. Édesapám 54-ben halt meg, tehát én már nem voltam olyan fiatal, 12 éves voltam, de nekem nagyon kevés közvetlen élményem volt, ugye, mert ő 42-től 45-ig munkaszolgálatos volt, aztán jött vissza a fronttal, Szegeden megálltak, 47-ig Szegeden élt, talán egy évig élt, és aztán ő 48-49-től 53-ig távol keleten volt, ő textilmérnök volt egyébként. Magyar külkereskedő volt, aztán 53 végén lebukott, hazahívták, segédmunkás lett a Goldbergerbe, és 54-be, 54 évesen a Koltói klinikán meghalt. Egyébként 1920-ban numerus clausus, az orvosira járt, numerus clausus miatt ott hagyta az orvosit, és akkor úgy került ki előbb Svájcba, és aztán Angliába végzett. Könyvtárunk nagy része az ma is angol. Úgyhogy, tehát azért mondjuk 41-ben házasodtak, az is érdekes, mert megtaláltam az esküvői képüket, és ilyen furcsa boltíves helyen van, és el nem tudtam képzelni, hogy mi az, mert nem zsinagóga, nem templom, és már felnőtt fejjel jártam a Fasori Evangélikus Gimnáziumba, amikor rájöttem, hogy az édesapám 18-ban zsidóként ugye az Evangélikus Gimnáziumba lehetett járni, az Evangél a Fasori Gimnáziumba érettségizett, és az a Fasori Gimnáziumnak volt a lépcső feljáró íve, úgyhogy én így jöttem rá a bőrönben megtalált térképekből. Úgyhogy anyukám az 51-ben megszületett, és sajnos pár évvel ezelőtt elhunyt öcsém, és hát anyukám gyakorlatilag kettőnket nevelt, hát nevelt. Ő gyógytorna tanárnő volt, ő reggel bement a klinikára, délután magánórákat adott, késő este jött haza. Nekem egyébként egy remek gyerekkorom volt, a Margit-szigeten egy csónakázban nőttem fel, én remekül el voltam, az öcsémnek hát gyakorlatilag 9 évvel volt fiatalabb, mint én, egy teljesen más körben nőtt fel. Szóval a lényeg az, hogy anyukám azon kívül, érdekes, nekem semmilyen mamás képem nincs, nekem mindig anyu volt, és a gyógytorna tanárnő volt, egy gyors keze volt egyébként, úgyhogy amikor kellett, akkor úgy oda csördített, de nem nagyon kellett, nekem egy nagyon szabad életem volt. Annyi, amennyi az emlék, készültem a mai napra, és olvastam itt a visszaemlékezésekbe, hogy a gettó felszabadításakor a deszkakerítést, ugye azt itt lezáró magas, 3,5-4 méter magas deszkakerítést gyakorlatilag néhány óra alatt eltüzelték, mert olyan volt a tüzelő hiány, és eszembe jutott, hogy szegény anyám, aki a méregdrága bútorait és
és sílécét verte szét, hogy valahol ott a Szent István parkban talált ló darabokból valamit ott csináljon, és nem tudott tüzet rakni. És ezért én 5 éves koromban megtanítatott engem tüzet rakni, úgyhogy ma is 75 évesen büszkén mondom, hogy én szinte bárhol, bármikor tudok tüzet rakni. Úgyhogy tüzet oltani is? Nekem úgy tűnik, hogy igen. Vagy a politikai tűzoltásnak semmi köze az igazi tűzoltáshoz? Az emberek között indulatok, érzelmek mindig voltak, az ember már csak így van megteremtve. Én azt hiszem, igen, egy elég kompromisszumokra, vagy ön azt mondta az előbb, hogy hajló, ön azt mondta az előbb, hogy 75 éves. Az elmúlt 75 évben, leszámítva a felszabadulás előtti eseményeket, emlékszik arra, hogy valaki megbántotta méltóságában, magyarul lezsidózta? Voltak nehéz napjai emiatt? Privátim gyakorlatilag soha. Privátim nem. Egyszerűen az a környezet, ahol én éltem, legyen ez akár a Pozsonyi Sziget utca sarka, vagy a Sziget utcai általános, vagy a Sziget utca sarka, vagy a Margit ott Sziget, maximum felzsidózott. Vagy a Margit szigeti csónakház, ahol egyébként volt fűfa, bogár, mindenki, tehát azért az nem volt egy olyan hely. Ott ez úgy nem egyszerűen nem volt téma, és amikor mondták, akkor se úgy. A közéletben ott sem zsidóztak le, de ott voltak, nekem a parlamentben, én 16 éve vagyok a parlamentben, szakmai vagy akár politikai kérdésekben soha nem voltak kellemetlen pillanataim. Zsidósággal kapcsolatban voltak olyanok, amikor muszájból ki kellett állni, és nem éreztem jól magam, hogy Magyarországon 2001-ben, itt ilyenben, ilyenért egyáltalában meg kell nyomni a gombot, fel kell állni, és mondani kell, nem éreztem jól magam a bőrömben. Hogy érezte magát Ózdon? Remekül. Nekem a mamám történeteket mesél az ön ózdi szerepléseiről, meséljen a nézőinknek valamit, meg Zolta is sem biztos, hogy ismeri. Azt sem, hogy lett magából ügyvéd, és a mama mit mondott? Nem, én ügyvéd, én nem voltam soha, én ügyvéd előtt voltam, de aztán nem tetszettünk egymásnak se a szakma, nekem se a szakmának. Nem, én a 60-as évek első harmadába kerültem Ózdra, akkor egyetemistaként, és 36-37 évet töltöttem ott. Akkor nem lehetett olyan rossz, hogyha ilyen sokat nem volt rossz. Életemnek egy jelentős része oda. Sőt, ebből 20 évet nem is Ózdon, ott laktam, meg hát a feleségem, családom. És a feleségemnek a családja, aki engem nagyon befogadott, és akivel én sokkal tovább éltem, és hogy mondjam, sokkal bensőségesebb viszonyba éltem, mint a kvázi saját családommal, akik akkor már nagyon fogyóba is voltak, hanem gömörbként Sajó és Szuha völgyön, tehát a magyarországi gömörbek is fajon, TSZ jogász voltam sokáig. Én ma is nagyon nagy szeretettel járok vissza, és meggyőződésem, hogy mindaz, ami történt velem azután, én azt nem tudtam volna anélkül, az évtizedek nélkül se elérni, se megcsinálni. Az egy nagyon, nagyon tanulságos, nagyon kerek élet volt. Mindig hallgatom, hogy aki elment Kaliforniába, meg ide-oda, az ilyen. Katonaságot megúszta? Hát küzdöttem, engem a flotillához soroztak. Ugye én kenusztam korábban. Meg az flotillához? Hát ahhoz tenger kell, nem? Nem, hát a Dunai flotilla nagyon komoly hagyományokkal. Sajnos ma már mint IRT megnevezéssel nem működik, de annak nagyon komoly hagyományai voltak Magyarországon. Az a szakmám is csónaképítő asztalos, tehát mindenképpen a Dunához visszhez kötődik. És a lényeg az, hogy ez műszaki alakulat volt, 36 hónap. És hát a sportársaimat oda sorozták, aki még emlékszik rá, kint Újpesten volt a flotilla.
És hát nem igazán tetszett, és akkor én ott voltam a Margit szigeten, ugye, mint csónaképítő, asztalos segéd, akkor már végeztem, megkaptam a behívómat, és hát körülnéztem, hogy hol van egy egyetem, ami közel van a szigethez, és nincs matematika, ez volt a jog. Én így lettem jogász. Úgyhogy, és akkor ott végeztem azt egyetemet, közben elkerültem, mondom vidékre, akkor leveleztem egy ideig, aztán visszakerültem nappalira a saját csoportomba, úgyhogy időbe végeztem, akkor egy pár hónapig voltam ügyvédi jelölt, aztán állami igazgatás, és aztán tizenvalahány év TSZ jogászkodás volt. Én nagyon szerettem, egy nagyon színes, nagyon érdekes, nagyon emberközeli élet volt. Utána pedig az Ózdi Kohászati Üzemek, ami egy 180 éves, nagyon kötött tradíciókkal, nagyon kötött rendszerű, ez egy ilyen nagyvállalat, egy ilyen nehézipari nagyvállalat, az egy félkatonai szervezet, tehát az egy nagyon, ahol az ember megtanul, hogy mondjam, nem rá, csak a katonasság kapcsán jutott az eszembe, egy nagy gyár az egy félkatonai szervezet, tehát az ember megtanul engedelmeskedni, és bizony megtanul, ha kell utasításokat adni. Tehát ilyen szempontból meg szokták mondani, hogy a katonaság azért egy fiú gyermeknek az egy valamennyi idő kell. Én úgy gondolom, hogy egy nagyipari vállalat az olyan, mint a katonaság. Az olyan, mint a katonaság. Biztos tudja, hogy a zsidóságban nagyon fontos, hogyha valakink meghal, el legyen temetve. De nem mindegy, hogy, és tudnunk kell, hogy. Ebből következik az a kérdésem, Zoltai úr, már javába felnőtt volt, amikor tudomást szerzett róla, hogy hol is hantolták el az édesanyját. Igen, hát ő Auschwitzba volt, majd Auschwitzból átkerült Bergen-Belsenbe, a tífuszlágerbe. Megérte a felszabadulást, és a felszabadulás után 3 nappal az angol katonai kórházba halt meg. Amikor a kárpótlási törvények elindultak, és kerestem az anyagokat, és kapcsolatban... Akkor már javába felnőtt voltál. Hát már hitközségnél voltam. A karriereid utáni új élet. Arról Zemből megkaptam az anyagot, innen tudtam meg, hogy anyám hol halt, meg innen tudtam meg a Héber nevét, és az első adandó alkalommal sikerült kijutnom abba a kisvárosba, ahol a kórház volt, Lübeckbe, nem véletlenül ez az e-mail címem is, és egy nagyon rendes, ápolt, hát a szabad ilyetlani szép temető volt, de hát nem tudtunk bemenni, mert zárva volt. Bemászni is be tudtunk volna, de kijönni nem tudtunk volna, mert nagyon mély volt. És hát a németek nagyon-nagyon-nagyon, benne a város közepén van ez a temető, hát nagyon ferde szemmel néztek bennünket, volt kollégámmal voltunk ott, és bementünk a rendőrségre, nem messze volt a temetőtől, és elmondtuk, hogy milyen járatban vagyunk. Hát nem értette meg a parancsnok, olyannyira, egy idősebb ember volt, olyannyira, hogy ő majd felhívja a itteni hitközséget. Hát én tudtam, hogy hiába fogja hívni, mert szombat volt, és ez egy ortodox hitközség, ami ott van. Végül aztán egy fiatalabb rendőr, magas, kékszemű, szőke férfiú ott elkezdett kiabálni velünk, hogy mit képzelnek ez a rendőrség, és kizavart bennünket, de jött velünk. Kiértünk, azt mondta, hogy itt van nálam a kulcs, mi vigyázunk a temetőre, beviszlek benneteket. Be is vittek bennünket, elsőnek találtuk meg, vagy 15 ilyen egyforma fél kőtábla műkő volt. Az egyik meg volt dőlve, és hát ez volt anyámé, és próbáltam helyre rakni, mire azt mondta ez a német rendőr, hogy ne bánst, ő már tudja, hogy hazaviszed őket, azért van félre. Hát rettenetes volt, nagyon sokat segített, végül aztán megkaptam az engedélyt Izraelből, a hazahozatalra, mert köztudott, hogy nálunk ez nem ilyen egyszerű, és sokat segített az ottani követ, meg a konzul, és akkor hazahoztam, és 50-valahány év után újra temettük, itt találkozunk a Keresztúri temetőbe. 2017-et írunk.
vajon ön szerint, aki a magyar törvényhozás egyik aktív tagja, azok után, hogy a mostani kormány az előző szocialista kormánnyal együtt döntött a Páva utcai dokumentációs központ és múzeum felállításáról, azután, hogy nulla tolerancia van, van-e még tennivaló, hogy a most születő vagy a fiatalabb generáció tudja, hogy mi történt itt annak idején? Mi történt közel 600 000 magyar zsidó állampolgárral? Természetesen van. Ez a történet, ez a tragédia, ez a magyar történelem része. Ez nem a zsidóságnak az ügye, nem csak a magyar zsidóságnak az ügye, ez a magyarságnak, a magyar történelemnek a része. És az egyik legtragikusabb része. Nyilvánvaló, hogy ennek a emlékének a megőrzése, fenntartása, ami talán még fontosabb, a történések okainak megismertetése, az a mindenkori magyar kormánynak, múltbennek, jelenleginek és jövőbennek is egy állandó feladata. Azért hallgattam egy picit, mert elkezdtem a választ. Én sem tudom jobban összefoglalni, aztán Elie Wiesel írta valahol, hogy nem akarom, hogy az én múltam másnak a jövője legyen. És hogy az ön kérdésére az a válasz, hogy ennek a emlékének a megtanítása, megismertetése, az, hogy miből mi lehet. Hogy a szavakból hogyan válnak tettek, a tettekből hogyan válnak borzalmak, és a borzalmakból hogyan válnak soha meg nem gyógyítható és vissza nem csinálható dolgok, az minden kormánynak a feladata. Természetesen feladata a vészkorszakot túlélő magyarországi zsidóságnak is az, hogy vallásos hite, meggyőződése től függetlenül a tudatosságát megőrizze. Ezért mondom, én magam sem vagyok vallásos, tehát nem, ez nem, nagyon, én nagyon néha, pláne így előre haladott a korban, nagyon, talán nem jó, nem a legjobb kifejezése, nagyon irigylem azokat, akiknek van hitük. Talán éppen az előzőekben beszéltek miatt nekem nem volt alkalmam ezt megtanulni, ezt kevés hinni, ezt tudni kell. A magyar kultúrát is, zsidó kultúrát is meg kell tanulni. Én a magyar kultúrát úgy gondolom megtanultam. A zsidó kultúrának egy kis részét már nagyon felnőtt fejjel igyekeztem és igyekszem megtanulni. Lehet, soha, hogy a génjeibe van. Soha. Lehet, de az kevés. Csak nem azt szeretném mondani, de azt szeretném ezzel az egésszel mondani, hogy a zsidóság és ezen belül a magyar zsidóság múltjából kitörölhetetlen a holokauszt, ugye a magyar történelemből is, de nem lehet a jövőt csak erre alapozni. Sem a magyar történelmet, sem a magyar zsidóknak a jövőjét nem lehet csak a holokausztra építeni. Én azért nagyon becsülöm azokat a törekvéseket, ahol tanítanak, ahol oktatnak, ahol megszerettetik a kultúrát, legyen az magyar kultúra, vagy zsidó kultúra, vagy bármilyen más nemzetiségnek a kultúrája, hiszen a mai magyar társadalom rendkívül sok szálból tevődik össze, meggyőződésem, hogy épp az adja az erőnket, hogy ilyen sok szálból fonódik össze, de ennek a zsidó részről a fenntartása csak a fájdalom,
csak a tragikus traumának a megőrzés az kevés. Soha nem szabad megfeledkezni róla. Mindig tudatosan tudni kell, tehát nem csak érzelmi alapon, hanem tudatosan emlékezni és emlékeztetni. És emlékeztetni, oktatni, igen, de hinni kell abba, hogy... Én általában egyet szoktam érteni önnel, így aztán most csak kiegészíteném, hogy a mai magyar zsidóság a szerves része a társadalomnak, és nem csak a szörnyűségekre próbál emlékezni, hanem részt próbál venni a társadalom minden színhelyén és minden pontján. Guszti, te műsoridőnk lassan lejár, és miniszterhelyettes úrnak meg neked is sok elkötelezettséged van ma. Te aktívan részt vettél az ország újjáépítésében, nagyon fiatalon, és hosszú időn keresztül azt is lehet mondani, hogy inkább ateista életet éltél, majd idősebb korodva aktív zsidóvá váltál. Hát ez csak részben igaz, hiszen a felszólalás után másfél évvel, mint említettem, nagyon rossz gyerek voltam, a megmaradt családom nem bírt velem, és bekerültem egy nagyon vallásos bőnéjákivás intézetbe, ahol tulajdonképpen, miután a családunk... Hát ott Fona János lement inkább a rakpartra. Miután asszimilált családba éltem, tehát ott tanultam meg mindent, majd utána jött az a korszak, amit legnagyobb, nyilván többen meg fognak ezzel lepődni, hogy én ezt kimondom, utána jött a hitközségnek a fiú árvaháza, és én most is ennyi év után is csak azt mondom, hogy mindent a zsidó árvaháznak köszönhetek, a hitközség árvaházának, ott lettem igazából emberi. Ott tanultam meg sok mindent, ott tanultam meg azt is, hogy... Egyedül a lábadon állni? Meg, hát igen, egyedül a lábamon állni, totálisan egyedül csináltam végig az életemet, és most is csak azt tudom mondani, amit akkor mondtam már több esetben, hogy nekünk megbocsátani nem lehet. Nincs jogunk megbocsátani a 600 ezer mártírért, viszont megbékélni kötelességünk. És én ehhez tartottam magamat. Én úgy érzem, hogy annál gyönyörűbb befejezés nem kell, hogyha azt mondjuk, hogy Fonagy miniszterhelyettes úrnak két unokája is van, neked hála az örökkévalónak van lányod, van két unokád, van fiad, tehát a gonoszok nem érték el, amit el akartak érni, ugyan van sok meg nem született zsidó gyermek, és szerintem életünk végéig, sőt az utánam következő generációk is emlékezni fognak. Ezt szeretném önöktől is kérni, kedves nézőim, önök is emlékezzenek és emlékeztessenek. Ez az a nap, amikor emlékezni kell. Magyarországon évente több lehetőség is van erre. Ha nincs más lehetőségük, akkor gyújtsanak meg egy gyertyát, vagy egy pillanatra gondoljanak azokra, akikre nincs, aki gondoljon, akik után nem marad semmi. Köszönöm, hogy velünk voltak, most híradó, aztán folytatjuk tovább. Viszontlátásra!